Az elkövetkező években egy valódi trónfogyasztás lesz a HBO Max-ban, amely idén augusztus 22-én kezdődik, amikor a Dragon House első epizódját hozzáadják a szolgáltatónak. Ez csak az első lépés lesz a betolakodóban, mert a HBO az eredeti sorozat világszerte is sikerrel jár, egy sor más projekt sorozatával. A portfóliót most egy másik címmel bővítették, mert kiderült, hogy egy előzetes sorozat valóban készen áll. George R.R. Martin a Trónharc személyes blogjában közzétette, hogy egy sorozatot készítenek Jon Havason, természetesen Kit Harringtonnal. Ellenkező esetben nagyon furcsa lehet azok számára, akik otthon vannak a nyugaton, mivel akkoriban Harrington azt mondta, hogy a jövőben nem akar olyan férfi hősöket játszani, mint Jon. Most, Martinnak köszönhetően, kiderült, hogy a sorozat gondolata közvetlenül Harringtonból származik, azaz azt jelenti, hogy a színész meggondolja magát, ha töröljük a rossz fiút, azt mondhatnánk, hogy az emberünk valószínűleg rájött, hogy ezt rájött nem kapna szünetet. A projekt a Snow munkakörén működik, és mindig írja a forgatókönyvet, tehát az első szezon nem felel meg a HBO Max-nak. Imádtuk az eredeti sorozatot másutt, és mindig szeretnénk bármikor megvitatni a döntőt.